A nagyüzemi gazdaságok elterjedése sok spanyol városban ad okot aggodalomra. A szarvasmarhák számának növekedése Szegóvia tartományban már a mindennapi életre van kihatással. Az ivóvizet kénytelenek vagyunk máshonnan nyerni, mint ahonnan magától értetődő lenne, és a levegő, amit beszívunk, az sem olyan egészséges, mint amilyennek lennie kéne, mondta egy gazda. A régióban csaknem 400 települést nyilvánítottak veszélyeztetettnek a mezőgazdaság és az állattartás okozta vízszennyezés miatt. Eközben csak Szegóviában újabb 38 nagyszabású mezőgazdasági projekt vár engedélyezésre. Az ott lakó platformot hoztak létre. Egyfelől azért, hogy mindenki tájékoztassunk arról, mi történik, másfelől, hogy a projektek leállítását kérjük a regionális kormánytól. A sertéságazat képviselői viszont azzal érvelnek, hogy 400 ezer munkahely jön így létre. Azt is hangsúlyozzák, hogy a folyamat maradéktalanul eleget tesz az új létesítményekre vonatkozó egyre szigorúbb jogi előírásoknak. Az elérhető legjobb technikákat kell alkalmazniuk, amelyek az EU által jóváhagyott technikák, vagyis nem lehet önjáró módon eltérni tőlük ilyen-olyan módszerekkel, mondta a Spanyol Sertéstenyésztők Szövetségének elnöke. Az országban mintegy 86 ezer intenzív sertéstenyésztő gazdaság működik. A makrofarmok másik problémája, hogy a ritkán lakott vidékeken helyezkednek el. Az Ecologist in Action jelentése arra figyelmeztet, hogy ezeknek a nagy szarvasmarha telepeknek az elszaporodása veszélyezteti ezeknek a területeknek az újranépesedését, fogalmazott az Euronews tudósítója. Az Egyesület úgy véli, hogy a jelenlegi húsfogyasztás mellett nem lehet felszámolni egyetlen makrogazdaságot sem. Káros hatással van a környezetre, a közegészségügyre, sőt társadalmi-gazdasági szinten is. Ez a mértékű húsfogyasztás több szempontból sem tesz jót. Egyértelmű tehát, hogy drasztikusan vissza kell venni, mondta az Ecologist in Action munkatársa. Spanyolország a sertések számát tekintve az egyik vezető uniós tagállam.